stimați oaspeți, dragi părinți, dragi colegi și dragii noștri copii, elevi de la Școala Românească, dați-mi voie ca să vă salut pe toți care sunteți prezenți în sala festive a Casei de Cultură din Aledea și ca să începem programul nostru, fiindcă știm cu toții că azi, la școala noastră, împreună de la clasa 1 până la clasa 8, sărbătorim Carnavalul din anul 2018. Numai niște cuvinte sau niște propoziții vreau să vă spun în limba română, fiindcă suntem o școală românească, căci știu foarte bine că de vreo 2-3 săptămâni elevii noștri s-au pregătit foarte mult în frunte cu colegele, cu dirigințele și cu profesorii și sper că azi, aici pe scenă, o să ne arată foarte multe frumoase lucruri, dansuri, cântece și, bineînțeles, azi trebuie să vorbim numai de veselie și bucurie. Și încă o ultimă propoziție aș vrea să vă spun, căci și poate că și eu am emoții, fiindcă la școala noastră, adică în istoria școlii noastre, cred că prima dată suntem aici la Casa de Cultură, atâta înseamnă că nu în sala de sport a școlii facem sau organizăm carnavalul, ci asta înseamnă că în fiecare an suntem mai mulți. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru pregătire, pentru că azi ne veți saluta foarte frumoase programe și vă zic să vă simțiți foarte bine. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, tisztelt szülők és kedves meghívott vendégek, engedjék meg, hogy a Zelegi Román Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete nevében szeretettel és tisztelettel köszöntsek minden kedves megjelentet, és természetesen itt az alkalom arra, hogy külön köszöntsen körünkben városunk polgármesterét, Puhár Lászlóra, aki ott van, természetesen, vagy itt van közöttünk. Egy tapsot nyugodtan lehet, persze természetesen. Tisztelettel köszöntöm Túróci András alpolgármester urat körünkben. Külön tisztelettel köszöntöm Zsidó Ferenc kollégát, aki a Mesterkörn Általános Iskola diák önkormányzatának képviselőjeként, vezetőjeként van itt, és természetesen Hoffmann Ferenc kollégámat, aki szintén megtisztelte a Lukács műsorunkat. A rövid köszöntő után engedjék meg, hogy a mai farsang mulatságunkat megnyissam, és kívánjak minden kedves jelenlévőnek és résztvevőnek egy nagyon szép, örömteli, szórakoztató délután, de még mielőtt átadnám a színpadot a kedves kollégáknak, illetve a diákjainknak, engedjék meg, hogy kifejezzem örömmel azért, mert elértünk oda, hogy most már a mi kis iskolai tornatermünket kinőttük, és kénytelenek voltunk, ezt időzelbe tettem, mondom, természetesen kénytelenek voltunk a művelődési ház igazgatójával felvenni a kapcsolatot, akinek ezúton szeretném megköszönni azt, hogy itt rendezhetjük meg a farsangunkat. Tehát, hogy itt lehetünk, ami azt jelenti, hogy kinőttük, mint már mondottam, az iskolán kis tornatermét, és ebben a művelődési házban lévő teremben fogjuk a mai 2018-as iskolai farsangunkat megrendezni. Én tudom azt, hogy nagyon készültetek gyerekek, és alig várjátok már, hogy bemutathassátok a műsorokat, és természetesen itt szeretném megragadni az alkalmat
arra, hogy elmondjam, és megköszönjem a kollégáknak is a munkájukat, ugye a felkészítő tanárok munkáját, és tiszta nagybetűvel és kiemelve az iskolai szülői munkaközösségnek az, hogy ők is itt vannak, jelen vannak, és nagyon sokat tettek azért, hogy itt ma ez a rendezvény, ez a farsang mulatság realizálódjon, illetve meg legyen rendezve. Edina tanárnő már elmondta, hogy velem szemben hátul meghúzódva ott vannak a szülők, akik egy kisebb standokat alakítottak ki, és ott nagyon sok finomság található, amelyből természetesen majd a gyerekek fognak jól lakni, és remélem, hogy mindenki a mai nap folyamán jól fogja érezni magát, illetve a mai délután én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és akkor kezdődjék el a mai farsang mulatság. Persze én is készültem, és nekem is itt adtak a kollégák egy nagyon szép kis, nem tudom, szóval egy nagyon szép szöveget, én is veletek fogok majd táncolni, és én is fel fogok szórakozni. Úgyhogy kezdődjék a farsang mulatság, és mindenki érezze jól magát. Köszönöm szépen, hogy végig hallgattatok. Quiero hacer.
akit vagy ismertek, vagy nem titokzatos alapjaitok, talán megmutatkozik. Szólítom a zsűritagokat, és itt van belül Eminem, nem Emin, vagy valaki, aki fáradta a külsejében. Szórakoztam még semmetek. Yeah.
szeretném mondani, hogy ezek a kis pöttöm pankák olyan fergeteges hangulatot hoztak ide nekünk ezzel a kis tűz jelenettel, hogy én majdnem elolvattam. Jaj, köszönjük szépen, igen, valóban ez egy hatalmas élmény jelentetek számunkra, és azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerettek-e iskolába járni? Van ilyen is, hogy olyan válaszok kaptak. És mindenki most mondja meg, hogy melyik az a tantárgy, amit a legjobban nem szeret. Én hallottam egy tantárgyat. Na, ez már valami. Na, hogyha tetszett az előttetek lévő tánc, vagy produkció, akkor remélem, hogy ilyen hangosan fogtok neki kiabálni, meg szurkolni, meg örülni, jó? Na akkor mindjárt belecsapunk a munkába, de először megkérdezem Sanyi bácsit, amiről jó. Vreau să vă spun pur și simplu că m-ați împrumpt această energie pozitivă și
kurátorom azt a napon veszünk minden ügyszerességet. Cred că și copiii au înțeles ce a zis domnul Martinez. Ați înțeles? Da? Da, bine. Am colaborat un acte cu nem ment annyira. Laci bácsi is nagyon megdicsér benneteket. Ugye Erina néni, úgy tudom, hogy úgy konferált be benneteket, mint a rossz csontok, és úgy hallottam, hogy a zene előadója is a rossz csontok, de én úgy gondolom, hogy ti nem vagytok rossz csontok, kimondottan jó gyerekek vagytok, főleg a matematika órán, ugye Florika néni? Köszönjük, nagyon ügyesek voltatok. Thank you.
most hajón, gyönyörű volt, nagyon jó. Úgy látom, még valaki szeretne szólni. Hát én a gyerekeket szeretném megkérdezni, mert ezen a kalóz hajón láttam nagyon jó a hangulat. Elvinnétek engem is el a kalóz hajóra? De az lenne a kérésem, hogyha lehet, engem ne emelgessetek, hanem én maradnék a földön, jó? Köszönjük szépen, nagy tapsot!
és elmentek buliba. Elvisztek magatokkal? Igen! Jó? Köszönöm! Én pedig szeretném, hogyha a fiúk előre fáradnának, és bemutatnák a Gangnam Style zenére, ha elindítaná a DJ ismét, lehetőleg valahol a refrén környékén, a mozdulatot, amit a Gangnam Style-ra konkrétan jártok, jó? Megoldható a zene, vagy próbáljuk nélkül? Ez egy nagy zenekarnak számít, vagy gitár, egy csörgő, ének, ennek a behangosítására nem volt lehetőségük, ezért úgy döntött a zenekar vezetősége, akik ő, hogy teljes hangosítás nélkül fogjuk előadni a dalokat. Ez óriási koncentrációt igényel, és nagyon kérem a közönség türelmét, viszont ennek ellenére azt szeretném kérni, hogy ha valaki felismerné a dalt, amit játszunk, kérem, hogy segítsen, főleg nekem, mert hogy én fogok énekelni, és a refrén nagyon nehezen megy. Jó? Nem állom el még a dal, de egy kis quiz kérdéssel szeretném felkelteni az érdeklődéseket, tőle a gyerekekért. Ki tudja, hogy milyen jével írjuk azt, hogy bár lesz? Jó. Akkor kérem a segítségeteket az énekben, és a csapatnak, vagy a koncertnek.
szóhoz jutni. Szeretném kérni, hogy gyertek és hajoljatok meg ti is, mert csodálatos volt, amit műveltetek. Gyertek, hajoljatok meg! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást erre az alkalomra, és tudjuk, hogy még sok azok jóvá rátok, ezért elköszönünk tőletek, vigyétek el a hírét ennek az alkalomnak. És most azt hiszem, hogy meg se tudunk szólalni. A következőben pedig egy jelenetet fogunk látni, amiben csak annyit szeretnék elárulni, hogy nem minden az, aminek látszik. Fogadjátok sok szeretettel! Én vagyok a mesélő. Én vagyok a herceg. Én vagyok a kécsút nővér. Én vagyok Bobi tőke. Egyszer volt, Holland volt, volt egy messze és távoli országban, élt egy herceg, aki jó kívül hercegnek hívta. Én vagyok a herceg. Élt a kécsút nővér. Én vagyok a kécsút nővér. Így csúsztővér, most a testvére hangfőke van. Én vagyok hangfőke! Mindketten olyan boldogok vagyunk, mert megyünk a bába. Olyan szomorú vagyok, mert megyünk a bába. Hangfőke volt ide a báli ruhába. Oké. Hangfipőke volt ide a szíves harisnyámba. Oké! Hangfipőke volt ide a szemüvegünkbe. Oké! Olyan boldogok vagyunk, mert megyünk a bárba. Mert akkor fogunk a jogévő hercegnél. Oké! Menjünk a bárba. Oké! Egy kicsivel később. Olyan szomorú vagyok. Ne légy szomorú, mert én vagyok a jó tét. Én olyan szomorú vagyok. Miért vagy szomorú? Mert nem mehetek a bába. Ó, de vagy nem, elmehetsz. De vagy nem elmehetsz. Ó, de nem mehetek. Ó, de vagy nem elmehetsz. Oké. Adok neked egy gyönyörű ruhát. Jaj, de gyönyörű. Adok neked egy gyönyörű halisnyát. Elmehetsz a bárba, de én kérem őket a kérdéket. Oké. Egy kis idő múlva a bárba. Én tudom, hogy lehet. Olyan jó kis idő. Olyan jó kis idő van. Tudom, mellett tudom táncolni. Oké. Féltékenyek vagyunk. Olyan jól képű vagyok. Én vagyok a jó tündér. Éke volt, már 12-t ütött az adó. Ó, éke van már, nekem nem van. Oké. Elvenem. Meg kell találnom őt, mert feleségül akarom lenni.
következő. Olyan szomorú vagyok. Én vagyok a jó tündér. Bocsánat. A herceg belépett a lábba, és olyan jó képű volt. Olyan jó képű vagy. Olyan jó képű vagy. Tudom, te meg olyan gondolkodtok. Igen, pont jó ránk. De ez nem úgy jöttek. De ez jó. De ez nem. Oké. Felpróbálom. Én vagyok a jó tündér. Boldogan éltek, és sok-sok gyerekük született. Nagyon kreatív, nagyon jó mozgású, nagyon ellenben, mindig az iskola legjobb eredményei produkáló osztályok következnek, akikkel a magatartásával soha semmi gond nincs, akinek az osztályfőnöke mindig erről álmodott, hogy ő legyen egy ilyen osztálya. És ők fognak előadni nekünk egy produkciót, amihez nagyon jó szórakozást kívánok. Ez lesz az utolsó műsor, tehát érezzétek nagyon jól magatokat! Thank you.
mindenhova. Halljuk a zsűri, mit mond a mai estéről. Szerintem bekapcsolod, akkor menjünk. Halló? Igen, most megy. Szóval annyit szeretnék mondani, most még az osztálynak, aki itt van előtte, hogy megemelem a kalapomat előtte, és szeretném, hogyha ti is, és a nézők is egy nagyon nagy tapsal élemény őket is. Băieților, în plus, chiar vă stă bine în coloană, când aș fi imaginat că o să vă iasă așa din această coreografie, așa că vă felicit și eu. De Laci és gratulál külön a fiúknak, hogy nagyon jól állt rajtuk ez a kis rucé. Igen, nagyon szexi volt, jó. És nagyon-nagyon csodálatos produkciókon vagyunk túl. Tényleg, hogyha pontozni kéne, nem tudnánk, nagyon nagy hely, nagyon nagy dilemmában lennénk, szerencsére ez nem kell. Csodálatos volt mindenki, az első produkciótól egész az utolsókig. Mindenkinek egy nagy hatalmas tapsot szeretnék még egyszer utoljára. És külön még egy tapsot megemelnek a tanárok, akik a gyerekeket felkészítették. Köszönjük nekik is. És átadom a szót vissza. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy megjelentetek, de természetesen most nem kell még hazamenni, hanem most fog következni az, hogy elkezdődik egy kis zene, innentől majd táncukálni, akinek van jelmeze, az most fölveheti, segít anya, és lehet enni jó szórakozást! Dominika Patrista is megmutatja magát a zsűrinek, nem nagyon tetszik rá.
Ninja, 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 nin
is félelmetesen húgnál. Tapsoljuk meg a strandolót! Jó, akkor azt szeretném kérni a zsűritől, hogy vonuljon vissza, de addig még egy kört, aki tud menni, csak aki tud menni, aki nehezen boldogulni. Nem. Gyertek erre még egy kört, egy kis zenébe. Yeah.
kapnak magasabb pontszámot, mindig a saját jelmezben, saját kreativitást megmutató jelmezben vettek részt. Ezért Laci bácsi, gyere, mondd el, hogy ki nyert. Gyere ide. És egyesével majd, akik szólítanak, az jöjjön ki, jó? Szóval végül első 7 jelmet megszavaztuk, és kezdem is a 7. helye a pompom lányal. Igen. 7. helyezett, kérem, tapsoljátok! Köszönjük szépen! 6. helyezett a gomba. Gomba! Jött előre a gomba! Aki már elhagyta a kalapját. Köszönjük szépen! 5. helyezett Ludas Matyi. Ludas Matyi! Érdekes, hogy minden jelmezes valamit elhagyja. Ludas Matyi a gombját, a gomba a kalapját. Tapsoljátok meg! 4. helyzet. Görög istennő. Elolvadt. És maradt a lényeg, Krisztófer.